100 éve 1918. április 3-án született Hubay Miklós, Kossuth-díjas drámaíró, műfordító. Hosszú élete során 2011. májusában hunyt el, több ízben is járt Kecskeméten. Kodály Zoltán és Illyés Gyula társaságában itt volt 1962-ben a színház melletti Katona József szobor avatásán. De a 80-as években írószövetségi elnöksége idején is gyakran megfordult a híres városban. Elnémulás című életmű összegzésnek szánt drámájának magyarországi premierje 2006-ban Kecskeméten volt. Az üzemszínházban sokáig teltházzal játszott tragédiát Merő Béla rendezte. A Mira János tervezte díszletek közt Horváth Erikát, Reiter Zoltánt és Portik Györfi Andrást láthatta a nagy érdemű. Hubay Miklós révén került Kecskemétre, mivel a híres városban van Michelangelo egyedülálló emlékhelye, az egykori zsinagógában, tökéletes másolatokban egyhelyütt tekinthetők meg a világban szétszóródott Michelangelo szobrok, barátja, a firenzei Michelangelo ház egykori magyar származású igazgatója, Tolnai Károly hagyatékának egy kis része, így például Ferenczi Noémi rendkívül értékes Ásó nő című goblenje.